maradunk ezzel a címmel, folytatódott a DK-EP kampánya, melynek a mai állomása Székesfehérvár volt. Stúdiumban köszönhetem a DK-EP lista vezetőjét, Dobrev Klárát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Jó estét kívánok. Ugye a fórumról érkezett ide rögtön hozzánk egyenesen a stúdióba. Mi volt a tapasztalat? Hát egyrészt, hogy hihetetlen teltház volt, álltak az emberek körben, de hasonló teltház fogadott egyébként minket Békés Csabán, Szegeden, Miskolcon, Salgótarjánban, tehát amerre járjuk az országot. Hát én abban reménykedem, hogy mindenki érzi azt a felelősséget, hogy muszáj megmutatnunk, hogy mi magyarok Európában akarunk maradni, akkor is, hogyha pontosan lehet tudni, hogy Orbán Viktor szépen kiszorít minket onnan. Milyen programmal kívánják megszólítani, és kiket kívánnak megszólítani? Hát minden európai magyart, minden magyar állampolgárt, akihez eljut a szavunk, és alapvetően a demokratikus koalíciónak nagyon egyértelmű programja van. Mi azt mondjuk, hogy a gazdag Magyarország, az erősebb Magyarország, az egy erős Európában, az Európai Egyesült Államokban képzelhető el. Egy olyan Európában, ami nem csak azzal foglalkozik, hogy a főteret lekövezze, ami persze fontos, nem csak csatornát épít, ami fontos, vagy utakat, hanem foglalkozik az emberek hétköznapi problémájával. Európai minimálbért szeretnénk, európai minimálnyugdíjat és európai családi pótlékot. Szeretnénk, hogyha Európa közösen adóztatná meg azokat a multikat, akik ma elkerülik az adófizetést, hiszen ebből lehetne finanszírozni ezt az új Európát. Európa egyre egységesebb és egyre szorosabb egység lesz. Az is a feladatunk és az is a fő üzenetem, hogy muszáj Orbán Viktort leváltani ahhoz, hogy mi Európában maradhassunk. Azért a számok meg másról beszélnek, vagy miből gondolja azt, hogy ez megváltozhat mondjuk a EP választásra május 26-ára, hiszen azért csak itt volt egy országgyűlési választási eredmény. Hát nagyon komoly ellenszélben dolgozunk, hogyha az lenne a helyzet, mint most itt Székesfehérváron, hogy behívtak a stúdióba beszélgetni, ha ez lenne a helyzet az országban mindenhol, akkor egy igazi tisztességes verseny lenne. Én azt hiszem, hogy egyébként a Fidesz vagy Orbán Viktor egy tisztességes politikai versenyben, ahol vitatkoznia kellene, akár velem, akár a többi ellenzéki párttal, akkor nagyon csúfos kudarcot szenvedne, csúfos vereséget kapna. Egyszerűen a Fidesz fogta magát, és egy burokba tartja a saját szavazóit, ahova egész egyszerűen nem jut el mondjuk az én szavam, vagy mondjuk a többi ellenzéki párt szava. Mi nem tudunk megjelenni a közszolgálati tévében, nem engedtek minket, nagyon kevés plakáthelyünk van, nem vagyunk ott a rádióban. Gyakorlatilag egy igazi diktatúra alakult ki, és nem jut el a szavunk az emberekhez. Ezzel próbáljuk meg felvenni a versenyt interneten, ezért járjuk az országot. Én demokrataként úgy érzem, hogy nekem kötelességem minden erőmmel, még ezen a lejtős pályán is küzdeni azért, hogy eljusson az emberekhez az a program, az a mondani való, az a gondolat, amit mi képviselünk, és ne csak ez az egybites orbáni politika, ami semmi másra nem épül, csak migráns, miközben nincsenek Európában migráns támogató pártok. Az ellenzéki oldalról meg sok esetben az van, hogy nem választási programról beszélnek, hanem pont erről, hogy migránshozás van és nincs kormányzati program. Önöknél ugye most ön említett három dolgot is, az európai családi pótlékot, a minimálbért, illetve az európai minimális nyugdíj bevezetését, de erre valami gazdasági hátteret is kidolgoztak. Igen, hát lehet, hogy tudják rólam, hogy én pénzügyjogász vagyok, ugye azokra azt mondják, hogy egy kicsit kocka, úgyhogy én mindig úgy szeretek bármit mondani, ha tudom, hogy miből lehet ezt finanszírozni. Ezért mondjuk mi azt, hogy muszáj Európának közösen bevezetni az európai multiadót. Ma a legnagyobb multinacionális cégek, mint amilyen az Apple, a Facebook, a Microsoft, az Amazon, és most bármelyiket sorolhatnám, egész egyszerűen már túlnőtték a nemzetállami kereteket. Nem csak Magyarország, még Németország is kicsi ahhoz, hogy adott esetben rábírja őket az adózásra. Megkerülik adóparadicsomokba, itt egy lerakat, ott egy üzlet, itt egy költség, ott egy bevétel, egyszerűen követhetetlen. Erre mondjuk mi azt, hogyha viszont 500 millió európai polgárral a háta mögött egy erős Európa tudna leülni tárgyalóasztalhoz, akkor rá lehetne őket venni arra, hogy tisztességes adót fizessenek. Ma a leggazdagabb cégek, a legerősebb cégek fizetik a legkevesebb adót. Harmad, negyed annyi adót fizetnek, mint az európai kis- és középvállalkozók. Ha be tudnánk szedni azt a pénzt, amit nem fizetnek be, ez közel 100-150 milliárd euró, bármilyen közgazdasági számítás szerint, az fedezetet tudna nyújtani a szociális Európa, az erős Európai Egyesült Államok felépítéséhez is.
is. Lennének ehhez partnerek egyébként más tagállamokból? Igen, és azt mondanám legszívesebben a nézőknek, hogy bármit is hazudozik maguknak a Fidesz és Orbán Viktor, a legfontosabb viták ma Európában erről vannak. A német szociáldemokraták és kereszténydemokraták arról vitatkoznak, hogy az európai minimálbér az milyen keretek között működjön. Macron francia elnök javaslatot tett a multiadók és főleg a technológiai nagy multik adóztatására. Ez a fő probléma ma Európában. Nem a bevándorlók, mert a bevándorlási krízist Európa megoldotta. 2015-ben, amikor a csúcson voltunk, akkor komoly erőfeszítéssel megkötötte azokat a megállapodásokat. Ma nem jön több bevándorló Európában, mint a válság előtt, sőt annak a töredéke. Magyarországra meg végképp senki nem jön. Ahelyett, hogy foglalkoznánk az egészségügyel, az oktatással, hogy miért szegényednek el a nyugdíjasok, ehelyett egészen ostoba és buta politikát folytat a kormány. Én azt mondom, hogy nyugdíjemelés kell, erők azt mondják migráns. Én azt mondom, hogy az egészségügyben tarthatatlan a helyzet, hogy évekig tartanak a várólisták, ők azt mondják, hogy migráns. Én azt mondom, hogy az oktatásban muszáj változásokat. Ez így nem megy, így nem lehet egy országot erőssé tenni és gazdaggá tenni, amit ők csinálnak. Milyen eredményekre számítanak? Én nagyon remélem, hogy az európai parlamenti választáson jól fogunk szerepelni, jobban mondjuk, mint az előző választásokon, és nagyon remélem, hogy az ellenzéknek közösen pedig sikerül a Fidesz kisebbségbe szorítania. Szerintem ez ezen a lejtős pályán egy nagy pofon lenne Orbánnak, és egy nagyon jó előkészület arra, hogy októberben összefogva minden ellenzéki párt együtt, egy az egy ellenpolitikával vissza tudjuk szerezni tőlük a városainkat és a falvainkat. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a DK esetében akkor kettőnél több mandátumra számítanak? Én nagyon remélem, igen. Tehát mindenféleképpen szeretném, hogyha minél több szavazóhoz eljutna a hangom. Úgyhogy igazából most az elkövetkezendő másfél hét az arról szól, hogy hogyan lehet mindenkihez eljutatni azt, hogy van itt más politika. Lehet máshogy is irányítani ezt az országot. Szólhatnak a tévéműsorok és szólhatnak a viták arról, ami az emberek hétköznapi gondjait érinti. Én ezért semmi másról nem beszélek az utóbbi időben. Bér, nyugdíj, egészségügy, oktatás. Ez az ország jövője. Ugye említette ezt az európai minimálbért. Nyilván ezt elképzelhető, hogy a multik ki tudnák termelni, de mondjuk egy kis és középvállalkozásnál ezt hogy lehetne megvalósítani? Éppen ezért van benne a programunkban, és mondhatná az európai minimál nyugdíjat is a minimálbér mellett. És azért beszéltem olyan sokat a multiadóról is, mert az van a programunkban, hogy a minimálbérnek és a minimál nyugdíjnak el kell érni azt a színvonalat, ami egy tisztességes megélhetéshez kell az adott országban. Ez Magyarországon nyilvánvalóan más, mint Luxemburgban, de ugye pontosan tudjuk, hogy mi az a átlag medián élet, amihez képest meg tudjuk határozni a nyugdíjak, illetve a bérek színvonalát. Ahol ezt nehéz kigazdálkodni, mondjuk egy kis és középvállalkozásnál, ott lehessen erre európai pénzt kapni és támogatást kapni. Sehova nincsen leírva vagy kőbevésve, hogy kizárólag szökőkutakat, vagy low fitness-t, vagy 20 centis kilátót, vagy alföldi boppáját, ami nem is lejt. Szóval sehova nincs leírva, hogy ilyen típusú projektekre kell az európai adófizetők pénzét költeni. Szerintem nyugodtan lehet bérkiegészítést adni a kis és középvállalkozásoknál dolgozóknak, nyugodtan lehet az európai egészségügyi minimum alapján mondjuk ápolói nő béreket fizetni. Az nem működik, hogy ott van egy csili-vili kórház, amit európai pénzből felújítottak, és nincs benne egy darab ápolónő se. Annak itt semmi értelme nincs. Ettől nem lesz akkor gazdagabb és versenyképesebb az ország. Akkor támogassuk nyugodtan az ápolónők bérét is. Ez a fajta Európa, amiről én beszélek, az már egy újabb lépés, az egyre erősödő Európa felé. És azt látom, hogy mindenhol ez jön Európában, kereszténydemokratáktól, szociáldemokratáktól, zöldektől, liberálisoktól, és látom azt, hogy minthogyha nálunk a miniszterelnök és a Fidesz tudomás nem venne arról, hogy merre halad a világ, és ezért gondolom azt, hogy muszáj megmutatnunk, hogy elég erősek vagyunk, nehogy kimaradjunk Európából. Nyilván a migrációs válság az egy pont egy olyan kérdés, amire, hogyha a közelmúlt eseményre gondolunk, akkor azért voltak a különböző terrorizmussal összehozható események, és ez a migrációban érintett személyek között azért párhuzam vonható volt, több esetben ugye ez így kiderült. Most nyilván önök azt mondják, hogy nincs már szükségkerítésre, de éppen egy hete a Mi Hazánk Mozgalom meg azt mondta, hogy sőt, még jobban meg kellene erősíteni. Mi azt mondjuk, hogy ha a kerítés ott áll, akkor már ne bontsuk le, mert egyébként sok 10 milliárd volt felépíteni, és sok 10 milliárd lesz lebontani, és úgyhogy inkább költsük kórházra meg oktatásra.
egyébként egy erősebb Európa tudja megvédeni a polgárait, mondjuk például a terrorizmustól is. Hiszen nem véletlenül, hogyha az európai titkosszolgálatok, az európai határőrség összedolgozik, együtt dolgozik, mondjuk egy európai Interpol működik, akkor sokkal könnyebb kiszűrni azokat az embereket, akik valamilyen gonosz szándékkal közelítenek. Egy elzárkózó, senkivel nem együttműködő ország, aki mindenkivel csak mérgelődik, gyűlölködik. Most már mindenkit utálunk, aki Európában van. Én már nem is tudom, hogy melyik az az ország, amivel barátságban vagyunk, mindig valakinek bekéretjük a nagykövetét. Így nem lehet. Ahhoz, hogy biztonságban legyünk, hogy gazdagodjunk, ahhoz barátokra és szövetségesekre van szükségünk. Nem a bezárkózás, hanem éppen az együttműködés az, ami ezt az országot biztonságosabbá fogja tenni, és szerintem ez a legfontosabb feladatunk. Az együttműködést említette, ugye az összefogás kapcsán is voltak azért kritikus hangok, akik megfogalmazták, hogy hát akkor, hogyha ennyire hisznek egy az ellen típusú dologban, akkor miért nem indultak már az EP választáson is együtt az ellenzéki pártok? Hát ez sajnos nagyon hamar eldőlt, ugye a Jobbik, az LMP és a Momentum nagyon hamar elmondta, hogy ők külön listán indulnak, és mi ezt a demokratikus koalícióban tudomásul vettük, úgyhogy nem is ez a lényeg. Az európai parlamenti választás egy tisztán listás választás, ebből a szempontból itt nincs gond. Gond mondjuk az országgyűlési választáson volt, vagy mondjuk az önkormányzati választáson lesz, ahol a Fidesz által egy oldalon és egyedül elfogadott választási törvény, ami tényleg döbbenetes. Én a saját 4 éves fiamnak is mindig mondom, amikor játszunk, hogy a játékszabályokat közösen határozzuk meg. Olyan nincs, hogy egy valaki határozza meg, kivéve Magyarországon, ahol a Fidesz egyedül határozta meg a játékszabályokat, és ott belekényszeríti az ellenzéki pártokat abba, hogy csak akkor tudják legyőzni a Fideszt, hogyha egy jelöltet állítanak, ugye ez a győztes mindent viselve alapján működik, nem ilyen volt régen a választási törvény, ott szabad, vitatkozó parlamenti választásokat lehetett tartani, és igazán azt a jelöltet lehetett kiválasztani, aki legjobban megfelelt az ember politikai nézeteinek. De miután ez a helyzet, szerintem hosszú, problémás tapasztalatok és kínszenvedés alapján ezt megértették az ellenzéki pártok, tudomásul vették, és ezért úgy látom, hogy az önkormányzati választáson már sikerülni fog a legfontosabb és a legtöbb helyen egy az egy elmenbe elindulni. És azt lehetett látni az áprilisi választásokon is, hogy mondjuk például egy Székesfehérváron, ha egy az egy elmenbe indultunk volna, akkor a Fidesz elvesztette volna ezt a várost, hiszen több mint 50% a Fidesz ellen szavazott. Én nagyon remélem, hogy októberben meg fogjuk tudni mutatni ezt a többi városban is. Van erre egyébként törekvés? Ó, hát szinte minden nap van egy újabb és újabb bejelentés, hogy most itt állapodtak meg, most ott állapodtak meg, és persze ezek mindig egy kicsit beszélgetős, vitatkozós néha folyamatok, de tudja, én a politikában szeretem a vitát. Szerintem az egyik legrosszabb dolog, hogy az elmúlt 9 évben egyszerűen kiölték az emberekből azt, hogy vitatkozhassunk, beszélgethessünk a közös dolgainkról. Ha kinyitjuk a tévét, alig látunk olyan vitát, mondjuk az egészségügyről, ahol ez a párt, az a párt vitatkozik, nekem ez a véleményem, nekem az a véleményem, ilyen nincs. Márpedig 10 millió ember sorsáról csak úgy lehet dönteni, hogyha előtte megbeszéljük, megvitatjuk, minden szempontot figyelembe veszünk, és nem valaki fogja magát vasárnap, megírja a laptopján, hétfőn benyújtja a parlamentbe, és kedden már el is fogadja a többség. Az, hogy kiölték a közéleti beszélgetést és vitát az elmúlt 9 évben, szerintem az egyik legkárosabb dolog, ami történt a magyar valóságban és a magyar politikában. Ezt is egy komoly feladatunk lesz Orbán után újraépíteni. Ugye most itt azért többféle tervről is szó esett, nem csak az EP választásról, illetve a műsorunk elején a kihez tudnak eljutni, és illetve kit kívánnak megszólítani. Hát, ahogy mondtam, minden európai magyart megkívánunk szólítani, még akkor is, hogyha nehéz. Mert az az Európa, amiben én hiszek, az az Európa, amiért én dolgozom, és pontosan tudom, hogy hogyan lehet lépésről lépésre felépíteni, az minden magyar állampolgár számára egy biztonságot jelentene, minden magyar állampolgár számára egy jobb életet jelentene. Éppen ezért azt, hogy európai minimálbér kell, hogy ne menjenek el sok százezer honfitársunk kényszerűségből ebből az országból, hiszen az történik, nagyon sokan nem azért mennek el, mert el szeretnének menni, hanem mert itthon nem tudják megkapni ugyanazt a bért, amit megkapnak Németországban vagy Ausztriában, miközben mondjuk egy autógyárban ugyanazon a soron dolgoznak, ugyanabból az alapanyagból, a végén ugyanaz az autó jön le, jár nekik ugyanaz a bér, mint ami járna nekik Németországban vagy máshol Európában. Ezek azok a problémák, ezek azok a feladatok,
amelyeket meg kell oldanunk. És ezekről kellene, hogy szóljon a magyar politika. Vagy arról, hogy miért néznek így ki a kórházak. Biztos önök is értesültek róla, hogy hétvégén összeomlott a sürgősségi ellátás a fővárosban, és a fővárosban vannak a legsúlyosabb esetek. 4-ből 3 sürgősségi ellátócentrum nem tudott fogadni betegeket, egész egyszerűen orvos és ápolónő hiány miatt. Muszáj ezekre is megoldást találnunk. Ugye mi azt mondjuk, hogy európai egészségügyi minimum kell, hogy lehessen európai pénzeket fordítani, például ápolónői bérekre, vagy az egészségügy rendbetételére. Ezért mondom, hogy az Európai Egyesült Államok a magyar embereknek is egy jobb életet fog hozni, én ezért küzdök érte. Ugye igazándiból lehet azt is mondani, hogy most szállt be a politikába. Miért? Miért nem korábban? Hát korábban is nagyon aktív voltam a közéletben, jártam fórumokra, itt Székesfehérváron is már tartottam többet, mondtam a magamét, rendesen nyilatkoztam, küzdöttem a tárgyalóterembe a fideszes hazugságokkal szemben. Április 8-a után úgy éreztem, hogy na most akkora pofont kapott a demokratikus Magyarország, hogy most mindenkinek muszáj ott lenni. És ráadásul pont azt is látom, hogy ez az európai parlamenti választás sorsdöntő az életünket tekintve, mert mindegy, hogy mi van Orbán Viktor fejében. Elindult egy úton, ami kiszorít minket az Európai Unióból. Ma már a kereszténydemokratáktól kezdve a zöldek, a liberálisok, a szociáldemokraták mindannyian azt mondják, hogy például az Európai Uniós támogatásokat demokrácia minimumhoz, korrupció elleni harchoz, jogállami minimumhoz fogják kötni. Azaz, demokráciák kapnak európai támogatást, diktatúrák vagy illiberális demokráciák, ahogy Orbán nevezi, nem. Ez egy dráma lenne a magyar gazdaságra nézve, dráma lenne a magyar emberekre nézve. Ez a választás arról is szól, hogy nem szabad elindulnunk ezen az úton. És nekem egyébként európai parlamenti képviselőként majd az is a feladatom lesz, hogy hogyan találja meg azokat a megoldásokat arra, hogy a magyar vállalkozók, önkormányzatok, civil szervezetek, kutatóintézetek, akadémia például úgy is tudjon finanszírozást kapni, mondjuk közvetlenül az Európai Unió intézményeitől, amit független intézmények bírálnak el, és nem Orbán rendszerén keresztül folyik. Mert abból meg már látom, hogy Európában mindenkinek elege van, hogy az európai pénzek jelentős része Orbán zseniális tehetséggel rendelkező gázszerelőjéhez mennek, aki mára már, Mészáros Lőrincről beszélek, gazdagabb, mint az angol királynő. Ugye azt mindannyian értjük, hogy ez nonsens. És ez már olyan mértékig zavarja az európai, nem csak politikusokat, választópolgárokat, hiszen a németek, a franciák, a dánok pénzéről van szó, hogy nagyon szigorú szabályokat fognak felállítani. Orbán meg sodródik ezzel a politikával, mert nem tud ezeknek, és nem is akar megfelelni. Nekünk az a dolgunk, hogy az országot legalább ott tartsuk. Na, de sikerül megszólítani ugye a választópolgárokat ehhez a programhoz, hiszen az országgyűlési választásoknál is nagyjából ez a narratíva volt azért több oldalról, és az eredmény meg mégsem azt hozta. Hát igen, ahogy az elején mondtam, hát mindent elkövetnek, hogy ne jusson el a szavunk a választópolgárokhoz, vagy csak úgy jusson el, ahogy nem az, hogy én mit mondok, hanem hogy ők mit mondtak arra, hogy én mit mondok. Ez nagyon vicces. Tartok egy sajtótájékoztatót, majd a hír, ami megjelenik a legtöbb fideszes újságban vagy közmédiában, hogy a Fidesz mit reagált arra, amit én mondtam, és nem az jelenik meg, amit én mondok. Úgyhogy nagyon sok szinten zajlik a manipuláció. De nagyon sok mindent felhasználunk. Az előbb mondtam azt, hogy járjuk az országot, és tényleg azt látom, hogy mindenhol rengetegen vannak és teltházas fórumok. De például hirdettem az interneten egy Dobrev kampánycsapatot. Nincsen rádiónk, nincsen tévék, nincsen plakátunk. Azt kértem az emberektől, hogy változtassák a Facebook oldalukat. Gyakorlatilag kampányhelyé. Legyenek ők a hatalom kampányával szemben, csináljuk meg az emberek kampányát. És egy kicsit aggódtam, mert azért van félelem ebben az országban, hogy Jézusom, hogyha elárulom, hogy ellenzéki vagyok, DK-szavazó vagyok, akkor nehogy valami baj érjen a munkahelyemen. És engem lepett meg legjobban, hogy most már picivel több, mint egy hete kezdtük el, és 15 000-en vannak már. Éppen ezért mondjuk a videók, a posztok, amiket kirakok, azok most már milliós elérést adnak, mert ugye tudja, 15 000 embernek az ismerősének az ismerőse. Úgyhogy azt hiszem, hogy van remény még ebben az antidemokratikus környezetben, és van remény még akkor is, hogyha tudom, hogy ezek a választások ugyanúgy nem lesznek tisztességesek és fairek, mint hogy az április 8-aiak sem voltak azok, de demokrataként az a kötelességem, hogy az utolsó cseppvére még azért harcoljak, hogy tisztességes, demokratikus választáson lehessen legyőzni a Fideszt. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Nézőinknek köszönöm a figyelmüket, esti mérleggel holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!